Alessio Elia olasz zeneszerző. Három részes operát írt Csátról, melynek címe Géza, és ezt többször bemutatták már Olaszországban. Azt mondja, zenei művében Csát mindenestül benne van. Az író, az orvos, a morfinista, a zeneszerző, és ahogy ő hozzátette, a nagyszerű szerető is. Elég olaszos megközelítés. Hogyan került kapcsolatba Csát Géza munkásságával? Igen. Egy operát akartam írni, és ehhez kerestem témát. De korábbi vázlataim témáival az volt a gondom, hogy túl konvencionálisak voltak. Csát Géza novellái pedig abban különböznek a többitől. Úgy érzem, hogy Csát kívüláll a Kronoszként ismert valós idő. És teljes egészében az időtlen ión világban helyezkedik el. Éppen ezt kerestem. Kíváncsi lennék, hogy olvasta-e Csát Géza naplóját is, mert ugye az nagyon különbözik az alapvetően irodalmi műveitől. Igen. A naplójában fedeztem fel, hogy drogot használt. Ez rendhagyó eset. A naplójából egyértelműen kiolvasható, hogy a drogokkal mit kezdett, miért fogyasztott drogot. A drog motívumát magam is használom az operában. Például ott van a nyitányban egy rész. A drog kémiai szerkezete zenei szerkezetként is elképzelhető. Biztosan tudja, hogy Csát nem csak író volt, hanem sok zene és koncertkritikát is írt. A klasszikus zene nagy szakértője volt. Valahogy megpróbálta ezt a szempontot is megjeleníteni az operájában? Valóban, de nem könnyű megtalálni a szerzeményeit, mert ugye zeneszerző is volt. Amikor Budapestre érkeztem, próbáltam ezeket is megtalálni. Egy ezek közül Csát Peanja hegedűre és zongorára. Idéztem is ebből a zenéből az operában, de persze csak miután a dallamokat és harmóniákat megváltoztattam. Az ötletét használtam. Az ő saját szerkezet és dallam felfogását jelenítettem meg, hiszen zeneszerzőként, orvosként és íróként professzionális volt.